zenetörténet folyamában vagy történetében, meg számára is sokkal fontosabb, hogy ki a Kisvárdai Zeneiskola igazgatója, mint az operáz igazgatója. Sesztek Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Kodály Zoltánra hivatkozva ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Kisvárdai Népzenei Találkozót. A rendezvényre 18 fellépő érkezett. Ez hagyományteremtő céllal indítjuk el. Most van az első találkozó, és mindenképpen szeretné a város ezt a továbbiakban figyelemmel kísérni, illetve megrendezni minden augusztus 20-án. Az idén először hagyományteremtő szándékkal szervezett rendezvényen szólisták és együttesek is felléptek, akik főként Szabolcs, Hajdú és Borsod megyéből érkeztek. Ebből a formájában az első alkalommal került megrendezésre, tovább vitelébe gondolkodunk, és bővítésében jövőben nemzetközi szintre kívánjuk emelni, mert úgy érezzük, hogy így hiányos a magyar népzenei paletta, a határon túli magyarságot nem szabad kihagyni ebből. És jövőre őket is meg kívánjuk hívni, és akkor így teljes palettát tudunk mutatni a helyieknek. Zenészek készülnek a színfalak mögött a Kisvárdai Vár színpadán. Többeknek évtizedes kötődése van a városhoz. Vég Jánosné például Kisvárdán tanult és tanított is. Itt jártam a tanítónő képzőbe, és jól megtanítottak az énekkel kapcsolatosan mindenre. Most pedig Nyíregyházáról érkeztem, az Aranykapu Népművészeti Egyesülethez kapcsolódott az Arvégesi Népdalkör, és ővelük vagyok most itt. De azon kívül van még egy csapatom, Napkoron. Akik most itt vannak, a gyulaháziak, régi ismerősek, tanítottam őket régóta, a tuzsériak, a garabonciások vezetőjét is én tanítottam szitarázni, úgyhogy most itt viszont látom a tanítványaimat, meg azoknak a tanítványait. A rendezvény célja, hogy a fiataloknak bemutassák és megkedveltessék velük a népzenét, ami életben tartja majd a következő nemzedékekben is ezeket a hagyományokat.